Nagy mama. Az olvasást gyakorolják a Szekszárdi Garai János általános iskola kisdiákjai. Most mindenkinek néhány sorral többet kell hangosan olvasnia, mert a padok közül több is üres maradt hétfőn reggel. Az influenza járvány ezt az iskolát is elérte. Mind a kollégák körében, mind pedig a gyerekek körében azért a létszám csökkent erőteljesen. Ez múlt héten csúcsosodott ki. Volt, ahol fél osztályok hiányoztak, de úgy gondoljuk, pont a mai napon néztünk körbe, hogy ez változik, hála Istennek, tehát folyamatosan jönnek vissza a betegségből felépülő gyerekek. Ez a mostani, ez azért az átlagosnál mindenképpen intenzívebb. A szokásos télvégi influenza járványnál súlyosabb az idei, ezt mondja egy szekszárdi gyerekorvos. Győri Gábor rendelőjébe már hetek óta sokkal többen érkeznek influenzára jellemző tünetekkel, mint egy átlagos koratavaszi időszakban. Az átlagos rendelés szám az kb. 45-50%-kal megemelkedett. Nagyon sok egyébként ebben az időszakban a felső-alsó légúti fertőzések száma, ehhez hozzájött még azon lázas, influenza-szerű vírusbetegségeknek a száma, ami hát ugye maga az influenza járvány ad. A házi orvos szerint ilyenkor már oltatni nem érdemes, ugyanúgy, mint ahogy a tünetek jelentkezésekor azonnal orvoshoz rohanni sem. A tünetek ugyanis recept nélkül kapható gyógyszerekkel is megszüntethetőek. Nem feltétlenül kell rögtön a tünetek jelentkezésekor jönni hozzánk, hiszen ugye lázcsillapító vásárolható, ha a gyerek náthás, akkor orrcsepp adható, ha köhög, akkor köptető vagy köhögés csillapító, ez mind-mind vén nélkül hozzáférhető. Ha néhány napon belül nem múlik a láz, vagy ezek a felső légúti tünetek erősödnének, akkor ugye fölmerül az esetlegesen jelentkező bakteriális szövődmény gyanúja, és akkor mindenképpen kell találkoznunk. Tolna megyében az influenzával kapcsolatos legfrissebb összegző adatok múlt héten készültek. Azok szerint az ország sok más megyéjével szemben itt még most is nő az influenzás megbetegedések száma. A betegek több mint kétharmada gyerek vagy fiatal felnőtt.